Pro Turizmu díjjal ismerték el a Bugac Puszta háza és Jakabszállás határában működő Gedeon Tanya tulajdonosának 25 éves tevékenységét. A kitüntető címet a vidéki élet értékeit és a helyi hagyományokat őrző és bemutató munkájával érdemelte ki Gedeon Zsolt. Ebben a több mint 100 éves tanyában született meg a gondolat, hogy családja segítségével megteremtse a falusi turizmus feltételeit Gedeon Zsolt. Az akkor végzett fiatal diplomásnak nem volt könnyű a dolga, de szívós munkával elérte, hogy 30 hektáros birtokán hamisítatlan pusztai környezetben fogadja hazai és külföldi vendégeit. Én emlékszem arra, amikor ide jöttetek a tanyára, erre a Bugac Puszta háza és Jakabszállás között lévő kis tanyára, akkor még csak ez a régi ház állt. De a gondolat az már megfogalmazódott, hogy valamiféle turizmust kellene csinálni. Hát nem könnyű feladat, mert az utána eltelt néhány év. Picit összegeztük. Mi is történt onnantól kezdve, amikor kijöttél ebbe a kis tanyába, és most meg már itt vagyunk egy panziószerű épületben. Egészen pontosan 25 évvel ezelőtti történetről beszélünk. A család akkor szerelmesedett bele egy olyan alföldi tanyába, amelyik egy igazi, tipikusan alföldi tanya volt, tehát a bejáró tengelyében a főépület, tőle jobbra egy kis konyha, balra istálló, gólak, ilyesmi. A környék volt egyszerűen olyan, ami megfogta a családot, és nem sokkal később persze meg is fogalmazódott bennünk, hogy akár csak hobbiszerűen és csak nyáron, de újítsuk fel annyira a tanyát, hogy abba vendéget lehessen fogadni. Aztán ez még inkább megtetszett nekünk, ez a tevékenység. Nagyon szimpatikus, nagyon kedves emberekkel találkoztunk vendégként, és ebből nőtte magát az ki, hogy akkor a 90-es évektől, pontosabban 1990-től épüljön meg egy olyan épület, amelyik kifejezetten ennek a tevékenységnek szól. Mit tesz valakit elkötelezetté a falusi turizmus iránt? Hiszen nem gondolom, lehet, hogy így volt, hogy akár már általános iskolás korodban azt fogalmaztad, hogy na majd valamikor egyszer ilyen tanyai vendégfogadással fogsz foglalkozni. Azt hiszem, hogy amikor mi a környékre kerültünk, akkor éreztem benne valami olyan varást, ami kifejezetten arra indított engem, hogy mindenféleképpen szeretném ezt sok embernek megmutatni. Aztán a tevékenységgel, mikor egy picit benépesült a tanya állatokkal, akkor pedig azt hiszem, hogy végérvényesen eldöntöttem, hogy mindenféleképpen a turizmus környékén szeretnék dolgozni. Megfogalmaztad nyilván a kezdetek kezdetén, hogy kikkel szeretnéd megosztani ezt az élményt, kik voltak akkor az elképzelt célcsoport, és hogyan alakult a mai napig? Kik azok, akik igazán jönnek? Amikor a koncepciót kialakítottuk, akkor én azt szerettem volna megmutatni a vendégeknek, ahogyan körülbelül a múlt század elején éltek egy tanyán emberek, így aztán mindenféleképpen ugye az első célcsoport a koncepció mentén a nagyvárosi családok voltak, és én azt gondolom, hogy mindmáig meg is maradt ez a célcsoportunk. Talán ők vannak legtávolabb ettől az életformától, amit mi meg tudunk mutatni itt a tanyán. Annyi az érdekessége a dolognak, hogy itt, amikor a vendég megérkezik, akkor belecsöppen az életünkbe. Tehát belecsöppen egy élő tanyának az életébe, ahol nem ritka dolog az, hogy a főnököt éppen egy gumicsizmában, vasvilával a kezében éppen szénát visz a lovaknak, vagy bevezeti a lovakat az istállóba a mezőről. Tehát azt gondolom, hogy ezt az életformát tudom megmutatni, és meg kell mondjam, hogy kifejezetten érdekesnek, és azt szokták mondani, hogy a vendégeim ez a nyugalom szigete.
Igen, én is azt gondolom, hogy a nyugalom szigete, és erre ez szükség lett. Én azt gondolom, hogy erre mindannyiunknak szüksége volna, és ezt a vendégeim valahogy vissza is igazolják nekünk, hogy ez ténylegesen így van. Nyugalom szigete egy igazi tanyai környezet, életforma, megismerked be a jószágokkal, sőt a munkálatokkal is, be is szoktak kapcsolódni adott esetben? Lehetőségük van a vendégeknek bekapcsolódni ebbe a munkába. Van olyan vendégem, aki mondjuk esetleg a saját lovát is elhozza hozzánk, akkor ő merő barátságból nem csak a saját lovának a nem csak a saját lovát látja el olyankor, hanem megkérdezi, hogy szabad-e ellátnia a többit is. A gyerekek imádják, hogy bejárhatnak a tyúkolba, és összeszedhetik a tojásokat, ez valami hihetetlen élmény. Tehát igazából ténylegesen lehetőség van arra, hogy a vendég természetesen kedve szerint részt vegyen ezekbe a munkálatokba. Mennyi időt szoktak itt tölteni a vendégek? Mi a tapasztalat? És ha netán több napot töltenek, akkor ez elegendő programként, vagy tudnak mást is ajánlani? Az egyik legkedveltebb ajánlatunk, amiket belföldi családok szívesen használnak, az egy péntek vacsorától vasárnap reggelivel bezáróan, tehát egy ilyen háromnapos itt tartózkodást jelent, és ezt a három napot ezt nagyon jól meg tudjuk tölteni programokkal. Érdekességként mondjuk a gyerekek, van két nagyon aranyos játékunk, amit a gyerekek nagyon szívesen használnak, ez a patkóhajító verseny, a mogyorógurító verseny, ezek természetesen halálosan komolyan érmekért folynak. Tehát a gyerekeknek is találunk elfoglaltságot, és hát az általában a pusztára jellemző programokat is használjuk természetesen, tehát lovagolni lehet, lovaskocsizni lehet, magyar szürkéből ökrös négyes fogatunk van, azt is nagyon szívesen használják a vendégek. Illetve én az vagyok, aki nagyon-nagyon-nagyon azt szeretem, amikor a vendég többet lát, mint ahová megérkezik. Tehát én mindjárt az érkezéskor leszoktam ülni a vendégekkel beszélgetni, 10 szobám van és 20 ágyam, tehát erre nekem lehetőségem van. Ugyanezt egy 3-4 csillagos nagyon nagy szálloda már nem tudja megtenni. Minden vendégemmel találkozom, mindegyikkel meg tudom beszélni azt, hogy milyen érdeklődése van, mit látna szívesen, merre indulna. És hát természetesen egy 50 kilométeres körzetben apró csodákat láthat a vendég. Itt a kiskumajsai termálfürdőtől kezdve a most nemrég megnyílt Magyar Kerten át, egészen az Ópusztaszeri Emlékparkig szoktuk ajánlani a vendégeknek a program lehetőségeket. Vannak visszatérő vendégek? Nagyon örömteli dolog az, hogy vannak visszatérő vendégeink. Hát 20 év ebben a tevékenységben azt is jelenti, hogy nagyon sok ember érkezett vendégként és távozott barátként, tehát ezek az emberek nagyon szívesen jönnek hozzánk vissza, és örömteli az, hogy azt mondhatom, hogy a vendégeimnek a 30%-a az elkövetkezendő 2 éven belül visszajön hozzánk valamikor. Ez bizonyára nagyon jó élmény, egy kicsit puskázok, megnézem ezt a kitüntető oklevelet, ami többek között a turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében kifejtett munkálatokért járt, de van egy mondat, ami arról szól, hogy a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén végzett munkáért. Nos, ez mit takar? Voltak arany évei a turizmusnak, amikor meg kell mondjam, hogy a belföldi vendégem jóval kevesebb volt, mint a külföldi. Volt olyan időszaka, ez valamikor a 90-es évek közepétől néhány éven keresztül dübörgött itt Bugac környékén a buszos turizmus. Ez egy érdekes szegmense volt a tevékenységnek. Ezek egynapos programok voltak, lovas programmal, igazi klasszikus pusztai programként, lovaglási lehetőséggel, lovas programmal, játékokkal, cigányzenével, de ezek a vendégek nem tartózkodtak csupán egy napot, tehát nem aludtak nálunk, csak egynapos programként használtak bennünket.
Ezekbe a programokba is megpróbáltunk belelopni olyan információkat, amik kifejezetten a vidéki, illetve a tanyasi élettel voltak kapcsolatosak. Szerencsénk volt, azt gondolom, hogy olyan vendégekkel találkoztunk többnyire, még buszos csoportok alkalmával is, akik nyitottak voltak arra, hogy új információt kapjanak arról, hogy itt hogyan élnek emberek, milyen tradíciókkal rendelkezünk, és ez számomra is nagyon fontos volt. Ez a kitüntető díj gyakorlatilag 25 év elismerése, összegzése. Biztos vagyok benne, hogy ez a tanyasi turizmusod megérdemelte ezt, de hogy ismerlek, sosincs pont a történetek végén. Valamint biztos töröd a fejed fejlesztésen, változtatáson. Igen, megpróbálunk, meg kell mondjam, ez a ház, amiben most ülünk, ez az épület, ez 25 éves. Hát bizony ebben 25 éves technológia van, úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy megújíthassam ezt az épületet. Tehát egy olyan pályázat, és hogyha minden igaz, akkor előkészületben is van egy olyan pályázat, amelyik kifejezetten szállásfejlesztésről szól, és én nagyon hiszek abban, hogy a támogatások abba az irányba indulnak el először, azokat a tevékenységeket támogatják majd először, amelyikek már régóta üzemelnek. Tehát ezeket az épületeket bizony már fel kell újítani. A koncepciót is egy picit meg kell újítani. A turizmusnak van egy ilyen érdekes oldalága, számomra érdekes oldalága. Ez egy picit a wellness, az egészség turizmus irányába indul. Tehát ezt a fejlesztéseknél mindenféleképpen nekünk magunknak is nagyon fontos figyelembe venni. Ez az egyik oldala a terveinknek. A másik oldala az, hogy megpróbálunk a régi, az eredeti koncepció mentén olyan iskolás csoportokat fogadni, elsősorban nagyvárosi iskolás csoportokat, ahol ténylegesen be tudjuk mutatni ezt az életformát, tehát ezt a tanyasi életformát megmutathatjuk, illetve azokból a tradíciókból tudunk átadni valamennyit, aminélkül Széchenyi után szabadon, ugye addig él egy nemzet, ameddig vannak hagyományai. Hát én nagyon komolyan venném ezt a részét a tevékenységünknek, hogy igen, tehát a következő generációnak, a következő generáció vendégeinek is meg kell mutatnunk azt, és ha mód van rá, meg kell szerettetnünk ezt az életformát, amit élünk. Kedves nézőink, önök az Életadok mezőgazdasági és környezetvédelmi magazin műsort látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!